A gépek folyamatosan dolgoznak a Korányi Frigyes utca és az Eperes utca kereszteződésének közelében. Itt a meglévő kerékpárutakat és gyalogos utakat újítják fel, melyek a Sóstói útra, valamint Sóstóhegy irányába vezetnek. A területi infrastruktúrális fejlesztések program keretében számos beruházás zajlik városszerte. Ebben a városrészben nagyon sok fejlesztésen vagyunk túl, és információink szerint nagyon sok fejlesztés előtt állunk, hiszen ez tovább fog folytatódni a Korányi Frigyes utca másik oldalán is, ezen járdaszakaszoknak, kerékpárutaknak a felújítása egészen a Csalóközig, és azt is tudjuk, hogy rövidesen elkezdődik a Korányi Frigyes útnak a teljes felújítása, Csalóköz és a Korányi Frigyes utca sarkán pedig egy balesetmentes övezetet kialakítandó körforgalom is ki fog épülni. A területi infrastruktúrális fejlesztések program keretében mintegy 2 milliárd forint kormányzati forrást kapott a város a szükséges felújítások végrehajtására, melynek jelentős részét a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésére fordítják. Ebből a 2 milliárdból 112 millió forint, 10 utca szennyvíz vezeték kiépítését már novemberben megkezdtük, a maradék pedig a több szakaszból áll. Vannak új utak építését jelentő programok, ez elsősorban Sóstóhegyen, hogy a Mária, Magdalolna, Borbála, Anna, Vénusz utcákat jelenti, de ilyen a Csiakálmán utca, ami már jövő hét végére el is készül, ez a református templom és a Kálvinó melletti utat jelenti. Vannak felújítások, a felújításokat is első ütemben a Sóstó gyógyfürdőn kezdtük, elkészült már a múlt hét végére a Sóstó út és a Szimbád sétány, azért, hogy a turisztikai szezonra, június közepére ott be is fejeződjenek a munkák. A polgármester a sajtótájékoztatón hozzátette, a nyári időszakban városszerte folyamatosan lehet útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra számítani, ugyanis egészen augusztus végéig tartanak majd a kivitelezési munkálatok.